Kocsai Anna és Szíj Barnabás kettőse nyitotta a Peron Tehetség Központ legutóbbi koncertjét. A duó egyike volt annak a 10 formációnak, amely bemutatkozási lehetőséget kapott a fél év záró eseményen. Október óta járok ide, és ugye én gitára járok, zenekarra és zeneelméletre. Nyilvánvalóan a többi hangszer is nagyon érdekel, mint például billentyűsök, dobolás, és szóval tényleg ez egy nagyon sokszínű hely, szóval zeneírással is foglalkozunk itt akár, és én is írok zenéket, úgyhogy tényleg nagyon jó. A régió könnyű zenei központjában ma már 8 fő tárgy és több csoportos óra közül is választhatnak azok a fiatalok, akik a műfaj valamely ága iránt érdeklődnek, és szeretnének jobban elmélyülni a szakmában. Nagyon sok minden érdekel, és nagyon sok mindent szeretek. Igazából a szívem csücske az a rock és a metal zene, de hogy egyébként a blues és pop zene minden érdekel, és az egész könnyű zenén belül nagyon sok mindenben el tudnám magam képzelni. A Peron TAT a legfiatalabb oktatási, kulturális célokat szolgáló intézménye. Nyitott, kreatív alkotóműhely, amelynek 2019-es megalakulásával indult régiónkban az intézményesített könnyű zenei képzés. Kellett egy állandó hely, ahol kialakíthatók a próbatermek, kialakíthatók a stúdió. Ehhez jött a kormányzati támogatás, és így összefogással megvalósulhatott ez a nagy álom. Hogy mit jelent ez? A Tatai medence fiataljai számára egy találkozási pontot jelent először is, azok számára, akik szeretik a könnyű zenét. Itt lehetőséget kapnak arra, hogy akár a szolpézs nélkül is előrébb tudjanak lépni, és készségszintre tudják emelni azt a tehetséget, azt a képességet, ami bennük van. A Peron Tehetségközpontnak ma már több mint 70 diákja van, akik rendszeres fellépői a környék kulturális és szórakoztató rendezvényeinek. A helyszín hamarosan egy másik nagyszabású zenei programnak is otthont ad. A hangszert a kézbe országjáró könnyű zenei játéktér február 22-e és 24-e között állomásozik a városban. A mese jelentősége a gyermekek számára, hogy fontos ősi tartalmakat hordoznak, amelyekkel könnyen azonosulhatnak, kitágíthatják számukra a valóságot, felhasználhatják a problémáik megoldása során, fejlődik tőle az alkalmazkodó készségük, és megkönnyítik számukra a feszültségoldás mindennapi nehézségeit. A mesének jelentős szerepe van a gyermekek értelmi és érzelmi fejlődésében azért is, mert viselkedési mintákat nyújt számukra. Történetek, amikről beszélünk, azok mindig a mesével kezdődnek. A legelső történet, amit valaki önnek elmondott, az gyaníthatóan valami olyasmi volt, hogy ez elment vadászni, ez meglőtte, ez megsütötte, ez hazavitte, ez az icir-picir meg mind megette. Tehát tulajdonképpen a történetek hátán lépünk bele a világba, és ezek a történetek adják az életünknek egy olyan tanulását, tartalmát, minőségét, amik aztán meghatározhatják, hogy egy gyerekből milyen felnőtt lesz. Tehát tulajdonképpen az, hogy olvasóvá hogyan válik valaki, az nagyban függ attól, hogy milyen minőségű történeteken nő fel. Na most minőség szempontjából az a bizonyos megunt, lenézett és félredobott mese szerintem az egyik legmagasabb minőség, ugyanis a mese nagyon ősi tapasztalatok megfogalmazódása szimbólum nyelven. A meseolvasás az egyik legjobb minőségi időtöltés, amit a szülő a gyermekkel tehet. A szülői esti mese a gyermekek fantáziáját, képzelő erejét is fejleszti. Másodszorban a mese hallgatása lelki folyamatokat indít be, amelyekre szükségük van az egészséges fejlődéshez. Tulajdonképpen találkozás az élő irodalommal. Mindenféle író-olvasó találkozók és előadások zajlanak a gyerekeknek, illetve a felnőtteknek. A gyerekeknek nagyszerű, hogy találkozhatnak azokkal a hús-vér emberekkel, akik azokat a meséket írják, amiket ők kedvelnek. Úgyhogy ezek az összejövetek mindig sikeresen szoktak zajlani, és ez egy nagyszerű alkalom arra, hogy a szülőknek egy kis megerősítést adjunk, hogy jó hely a könyvtár, jó dolog az olvasás, olvassanak bátran, olvassanak sokat, és hasznos lesz a gyereknek. Érdekel?
Legutóbb a vértes somlói önkéntes tűzoltóság gyarapodott egy kis busszal a helyi önkormányzat és a Magyar Falu program forrásaiból. Útfelújítások, játszótérbővítések, óvodafejlesztés és eszközbeszerzés. Számos tervükhöz igényelhetek támogatást térségünk kis települései. A Magyar Falu program indulása óta több mint 20 ezer nyertes pályázatot hirdettek, amely támogatás értéke országos szinten meghaladja a 220 milliárd forintot. A kis települések kisebb és nagyobb kérdései igyekszik választ adni. Azt gondolom, hogy az egyik legsikeresebb kormányzati program az elmúlt néhány esztendőben úgy, hogy csak hazai forrásból, csak költségvetési forrásból kapják az önkormányzatok a támogatást. Szunyiné dr. Bertalan Judit kiemelte, az általa képviselt 5000 főnél kisebb lakosságszámú települések korábban is sikeresen pályáztak, január 3-ától pedig újabb lehetőségekkel élhetnek a falusi önkormányzatok. Több mint 3 milliárd forint érkezett a kis településekre. 1 milliós-tól az 50 milliós támogatásig a Magyar Falu programban ugyanennyi, ha nem több, inkább olyan 4 milliárd körüli vagy a fölötti az a forrás, ami a közúthálózat fejlesztésre érkezett a Magyar Falu programban. A kis vállalkozások támogatása, kisboltok nyitása megint egy több százmilliós vagy milliárdot meghaladó volumen, ami nagyon fontos, és a családtámogatásokat nem is tudjuk mérni, azt tudjuk, hogy rengetegen veszik igénybe, és ezek azok, amik már megvalósultak, vagy megvalósulás alatt vannak, és február 12-éig a polgármesterek rendkívül ötletgazdag módon benyújtották az újabb falu program pályázatokat, úgyhogy hamarosan újabb fejlesztések, újabb beruházások, újabb beszerzések lesznek elérhetőek. A konstrukció több sikeres pályázatot is megtartott az elmúlt évekből. Idén a már meglévő bölcsődeépületek felújítására, a fogászati kezelőegység beszerzésére, vagy akár kültéri közösségi terek, például színpad építésére is adható támogatás, de bővült az út, híd, kerékpárút építési konstrukció, így már vízelvezető csatornarendszerek javítására és építésére nyerhetnek forrást a kis települések. Újság, olló, ragasztó és tekerőpálca. Ezek a legfontosabb eszközei a papírfonásnak. A technika pontos eredetét nem lehet tudni, de a pandémiás időszakban terjedt el igazán, hiszen így hasznosan lehetett az időt otthon eltölteni. Az az igazság, hogy én 6 éve nyugdíjas vagyok, és mielőtt elmentem nyugdíjba, kerestem valamit, amivel a nyugdíjas éveimet ki tudom tölteni. És így találtam rá az interneten a papírfonásra, és autodidakta módon megtanultam a papírfonást. Hát több embernek megmutattam, hogy mit csinálok, és azt mondták, hogy nem igaz, hogy ezt nekünk nem fogod megtanítani. És így Tatabányán, a Puskinba kezdtem el a papírfonás oktatását. Az tartott olyan 3 évig, ugye ez a pandémia ezt megszakította, és felmerült az igény, hogy na hát, ha ott van, akkor miért ne lehetne a mi kis településünkön Tarjánban, és így akkor elkezdtük 4 évvel ezelőtt a Tarjánba is a fonószakkört. Nem csak egy kézműves foglalkozás, hanem jó kikapcsolódási és kapcsolattartási lehetőség, hiszen a vírus miatt sokáig nem volt alkalom közösségbe menni. Így nem csak az alkotás örömére, hanem a barátokkal való időtöltése is lehetőséget nyújt. Egy kikapcsolódás a mindennapokból, a monotonizmusból, tehát a reggel elmegyek dolgozni, délután hazajövök, és akkor az otthoni munkák. Itt azért van egy nap, amikor más csinálsz, és emberekkel vagyunk, és beszélgetünk közben, és közben alkotunk is valamit. Én szeretek kézműveskedni otthon is, mindenfélét csinálok, hímzek, kötök többnyire kosarakat, de csináltam már virágot, lámpást, karácsonyfa díszeket. Nem teljesen lehet mondani, inkább képeket tudnánk mutogatni, akkor eszünkbe jutnak. Mindig mondják, hogy ezt csinálja nekem, azt csinálja, két lányom. Mindig van megrendelés, örülnek, hogy csinálom. Igazából téli elfoglaltság, mikor a esték rövide, vagy hosszúak az esték, akkor csinálom inkább. A kormány kiemelt célja a magyar vidék fejlődésének elősegítése. Ennek érdekében a legkisebb hazai településeken működő kisvállalkozások 2022. február 17-től újabb visszanemtérítendő támogatásra pályázhatnak a program keretén belül. Még 2018-ban a kormány kiírta
a falu támogató programját, ez tulajdonképpen 2019-ben kezdődött, gyakorlatilag az addig eltelt időben a faluhelyről jelentkező igényeket próbálták összehangolni ahhoz, hogy megfelelő pályázatokat írjanak ki. A mai, az a falusi vállalkozók újraindításának a támogatása, a cél 32 milliárd forint pályázati összeg áll rendelkezésre, 2-től 10 millió forintig lehet igényelni ezt az összeget 70%-os intenzitással. Mikrovállalkozások igényelhetik, ez egészen biztos tudják, hogy ez a 10 főig foglalkoztatott létszámmal lehet igényelni, egy teljes lezárt méregév kell, és hát nyilván valamelyik vidéki faluba kell működni a cégnek, legalább 60 napja, vagy annak a telephelyének kell vidéken üzemeltetni, és azt hiszem, ha jól nem hiszem, a kattás vállalkozó nem lehet. Második körben írták ki a pályázatot. Az első körben 42 milliárd forint vissza nem térintendő támogatásra pályázhattak, amellyel országosan 4500 vállalkozó élt is. Én azt mondom, hogy az első körben kicsit bizalmatlanok voltak, talán mondhatom így is az uniós pályázati tapasztalatok miatt, meg nem nagyon gondolták, hogy vannak lehetőségek ebben a pályázatban. Ugye itt korlátozott a foglalkoztatottak száma, az árbevétel, tehát tényleg a kicsiknek került megfogalmazásra a pályázati kiírás. Most úgy látom, hogy amióta kiírásra került a Magyar Falu Program támogatási körében ez a GINOP pályázat, azóta egyre nagyobb az érdeklődés. A megyei iparkamara, kereskedelmi és iparkamara is ezt mondja, ez a hír náluk is, hiszen náluk tájékozódnak a pályázat feltételeiről, és ők szervezték meg ezt a mostani fórumot is. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy legyenek ilyen közvetlen találkozások, ahol a kamara tényleg tud egy pályázatnál segítséget nyújtani. A Magyar Falu Vállalkozási Újraindítási Program célja a beruházások ösztönzése. 49. helyszínét és 200. kiállítási napját biztosítja a Pero Music Tehetséggondozó Központ a Hangszert a Kézbe kezdeményezésnek. Az országjáró könnyű zenei ismeretterjesztő program célja, hogy a gyermekek minél korábban találkozhassanak a hangszerekkel és azok szeretetével. Három teremben van kiállításunk, az egyik teremben a dobok és ilyen DJ eszközök vannak, a másik teremben gitárok, basszusgitárok, zongorák, billentyűs hangszerek, a harmadik teremben pedig stúdiótechnika van, meg hagyományos klasszikus zenei, meg népi hangszerek. Ez a három teremben zajlik maga az interaktív kiállítás, és ugye mellette párhuzamosan a koncertteremben pedig gyakorlatilag folyamatosan 45 perces rendhagyó énekórák zajlanak, amelyet országos hírű előadók tartanak a gyerekeknek. Ezek mind ilyen speciális, erre kitalált előadások, melynek mind ugyanaz a célja, hogy népszerűsítse a zenélést. Tata már rutinos házigazdaként fogadta a könnyű zenei programot, hiszen második alkalommal látogatott a városba a Hangszert a Kézbe kezdeményezés. Ja, maga a Hangszert a Kézben az 2016-17 elején kezdődött szerveződni, amikor a hangfoglaló programon belül létrejött a Magyar Könnyű Zenei Oktatás Támogató Alprogram. Ugye a hangfoglalónak 9 alprogramja van, mindegyiknek megvan a maga specialitása, és akkor indult el az a program, ami azért szeretne tenni, hogy tényleg minél többek kezébe hangszer kerüljön, minél többen kezdjünk el zenélni, hiszen a felmérések azt mutatták egyébként, hogy Magyarország ebben nagyon-nagyon rosszul áll, és ugye hát a könnyű zenei szakmának meg az volt a cél, hogy minél többen könnyű zenéljenek. És 17 elején, éppen 5 évvel ezelőtt indult az első Hangszert a Kézben kiállítás. Őszintén megmondom, mi akkor azt gondoltuk, hogy ott egy 8 kiállítást megér ez az egész, és akkor örülünk neki, és hazamegyünk. Ez itt a 49. és éppen 5 évvel vagyunk az első után. A rendezvény sikerét mi sem bizonyította jobban, mint hogy a kiállítás első napján több száz gyermek látogatott el a Pero Music Tehetséggondozó Központba. A terület és településfejlesztési operatív programnak köszönhetően újabb fejlesztések valósulhatnak meg Bajon. Egy-két évvel ezelőtti pályázat első üteme már rendben lezajlott. Megtörtént a falunk a belterületen keresztül haladó ároknak a visszaállító kapacitás helyreállítása, és a mellette lévő útnak a korszerűsítése. Most egy újabb pályázat keretében egy újabb csapadékvízelvezetési program indul, ami lehetőséget fog biztosítani arra, hogy az Agostyáni út mentén lezúduló víznek a falu előtti elvezetésére is sor kerüljön az almás kert melletti tó
medrébe. Ezen túlmenően pedig sikerült elnyernünk egy újabb vidékfejlesztési pályázati programot külterületi út felújítására, ami lehetőséget fog nyújtani arra, hogy az egykori nyúlvágótól kezdve itt az Agostyáni oldalon a mögöttem lévő útszakasz végig megújulhasson, egy 5 méter széles aszfaltozott út kerül kiépítésre, és a Szőlőhegy területén pedig 5 kisebb-nagyobb szakaszon, mint egy 3,5 km hosszúságban úgy kerülnek szilárd burkolattal kiépítésre az utak, hogy középen egy folyóka, tehát egy vápa kerül kialakításra, hogy a hegyből lejövő csapadékvíz a vápán keresztül eljusson azokba a befogadókba, amelyet az elmúlt években, illetve az idei esztendőben ki fog építeni az önkormányzat. A település ezen része turisztikai szempontból is kiemelten fontos. Én úgy gondolom, hogy nagyon örülnek az ingatlan tulajdonosok, hisz ezzel az építéssel biztonságossá válik az ingatlanjaiknak a megközelítése, ami bizony sokszor gondot okozott a elmúlt években, évtizedekben, amikor egy ilyen csapadékos időjárás volt itt a területen. Remélhetőleg ez most megoldódik, és úgy gondolom, hogy ez egy nagy lendületet, löketet ad a Szőlőhegy további fejlesztésére vonatkozóan. De elsősorban abban bízunk, hogy ott olyan helyi termékek, borászatok jönnek, alakulnak továbbra is, ami visszaadja Bai Szőlőhegynek azt a régi hírnevét, ami volt annó korábban. A Magyar Falu programnak köszönhetően korszerűsödik Vértes Szőlős. A Dunadűlő aszfaltozása mellett a csapadékvíz elvezetést is meg tudják oldani. A vidékfejlesztési pályázat keretében nyert el az önkormányzatunk 73 millió forintot. Az itt helyszínen a Hernád dűlőnek az aszfaltozására. Ez egy azért nagyon egy fontos feladat itt számunkra, mert a Vértes Szőlősi baromállási dűlőben lévő öt, mondhatnám, hogy hosszirányú dűlőnek ez a Hernád dűlő a kereszt utcája, és ez fogja biztosítani a normális, mondhatnám, hogy a szárazlába történő megközelítését az új bölcsődei intézménynek. A hivatalosan bejelentett lakcímmel rendelkezők száma az 700 fő, de becsléseik szerint mintegy másfél-kétszer annyian is élhetnek ezen a területen. A közvilágítás gyakorlatilag itt a Dunadűlőben nem létezik, itt külterületen ugye ez nem egy önkormányzati feladat, viszont a lakosokkal sikerült egy olyan fajta megállapodást kötnünk, illetve a képviselőtestülettel, hogy minden lakossági kezdeményezést az önkormányzat ugyanakkor összeggel támogat, mint amennyit a lakosok is összegyűjtenek, és mivel ők szerették volna a közvilágítást rendszert részben vagy nagyjából a dűlő területén kiépíteni, ők vásároltak napelemes közvilágítási lámpatesteket, és ahány lámpatestet ők megvásároltak, mi ehhez hozzájárultunk, hogy a hozzátartozó vasszerkezettel, betonozási munkákhoz szükséges alapanyagot pedig az önkormányzat állja, és így most már százas nagyságrendű lámpaoszlopot sikerült a dűlő területén elhelyezni. A gyermekek nevelése szempontjából is fontos fejlesztésekre kerül sor. Kétcsoportos bölcsődével gazdagodik a település ezen része. Olyan fejlesztésekről állapodtunk meg az önkormányzattal, polgármester úrral, amelyek fontosak az itteni gyermeknevelés szempontjából, gyermekek elhelyezése, szocializációja szempontjából, és ezekhez megkerestük a pályázati lehetőségeket, pénzügyi forrásokat, így megépülhet majd egy két csoportos bölcsöde, Hernád dűlő és a Duna dűlőnek a sarkán, és ezen túlmenően pedig ez a Hernád dűlő teljes hosszában aszfaltozásra kerül a csapadékvízelvezetés megoldásával együtt, így föl tudja tárni a másik két dűlőt is a baromállás dűlő területén. Ismét birtokba vehetik az olvasók az Oroszlányi Könyvtár minden részlegét. Az utóbbi hónapokban komoly átalakítások, felújítások folytak az intézményben. Új olvasótermet, helytörténeti kutatószobát alakítottak ki. Félig felújítottuk a könyvtárat, a másik fele az még maradt a régi. Abban újultunk meg, hogy egy hónappal ezelőtt lift átadásra került intézményünkben, és akadálymentessé váltunk. Ebből kifolyólag igyekeztünk kialakítani az olvasótermet, illetve egy olyan helytörténeti kutatószobát, ahova szintén már akadálymentesen be tudnak jönni majd az olvasóink. Ez a felújítás, illetve átalakítás azzal járt, hogy az ajtóinkat ki kellett bővíteni, hogy bárki kerekes székkel is be tudjon jutni hozzánk, illetve a linoleum, ami a padlózat volt régen, az 74-ben került lerakásba, amikor az épület egyáltalán felépült,
és azóta már balesetveszélyessé vált ez a padlózat, úgyhogy a burkolatcsere megtörtént, most már egy stabil járólap került a helyére, és hát azért ez esztétikailag sem mindegy, hogy milyen, sokkal-sokkal szebb lett. Aztán tágasabb tereket tudtunk így kialakítani, úgyhogy az olvasóterem, mely régen feldolgozóként funkcionált, most már átkerült ide, illetve a helytörténeti kutatószobát kialakítottuk, ami jelentős, hiszen az egész járásunkban és a megyénkben található helytörténeti dokumentumokat, fotókat gyűjtjük, tehát bárki számára elérhetővé tudtuk így tenni. Régen is volt ugye olvasótermünk, az picit szűkösebb volt, most itt egy tágasabbat sikerült kialakítanunk, és hát azt gondolom, hogy így, hogy egy szinten is tulajdonképpen egyik teremből nyílik a másik, így egy helyen el tudják végezni az olvasóteremben, amit szeretnének, napilapot, folyóiratot olvasni, tudnak CD-t, hangos könyveket kölcsönözni, illetve rögtön a könyveket is ki tudják kölcsönözni. Az Oroszlányi Könyvtárnak közel 2000 beiratkozott olvasója van. A tervezésnél alapvető cél volt, hogy az eddigieknél is nyitottabb intézménnyé váljon a könyvtár, ahol minden korosztály és olvasni vágyó megtalálja számításait. Amikor játszunk olyat, hogy kint a cica, és bent az egér. Füvesi Sára megmutatta stábunknak, melyik a kedvenc tánca. A farsangot ünnepelte óráján a vértes tolnai tánccsoport. Az ovisok nagy örömmel öltötték magukra kedvenc mesekarakterük ruháját. Sáritól azt is megtudtuk, hogy ő Annának öltözött a jégvarázsból, de felhívta figyelmünket arra, hogy ő kimondottan a mesefilm második részének egyik főhősét alakítja aznap. Itt Vértestolnál német nemzetiségi táncot tanulhatnak a gyerekek, óvodáskorban, iskoláskorban és felnőttkorban egyaránt. Nagyon fontos számunkra a hagyományőrzés, a tradíció, és abban a táncok mellett benne vannak az énekek, a mondókák is. Úgy gondolom, hogy a gyerekeknél ez nagyon fontos, hogy ezt is megtanítsuk nekik és átadjuk. Alapjában véve hasonlóan néz ki egy óra, mint most, csak nem vagyunk beöltözve, mint farsang alkalmával. Sokat táncolunk, de sokat játszunk is. A fontos az, hogy nagyon játékosan építsük fel az órát, hogy a gyerekek igazán megszeressék a táncokat. Mivel kicsi falu, ezért bármelyik korosztályt várjuk, akár nagyon kicsiktől is, akik már szeretnének mozogni és tudnak, ők már jöhetnek. Átlagban úgy 4-5-6 éves kortól szoktuk kezdeni, de például van itt 3 évesünk is. Most jelenleg nincs itt, de amúgy a csoportban van. A tánccsoport minden kedden gyakorol, és szívesen várják a csatlakozni vágyókat. Nagyon élvezik a gyerekek. Hát eleve a tánctanárunk olyan, hogy lendületbe hozza őket, és diktálja a jókedvet, meg az iramot, és ebben a gyerekek nagyon partnerek is. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez az a fajta tánc, amit szeretnek. Ide ugye önként jönnek, úgyhogy élvezik is azt, amit csinálnak. Van régre beviszonyuló múltja a tánctanításnak, mert gyerek tánccsoportunk volt évekkel ezelőtt, csak az aztán abba maradt. És 2016-ban szerettük volna ezt újraéleszteni, aztán olyan jól sikerült, hogy felnőttek részére is meghirdettük, és a felnőtt tánccsoport szinte hamarabb megalakult, mint a gyerek. De azóta iskolás korosztályba is tartunk, ahonnan elsőtől akár 8-ig jöhetnek a gyerekek. Aztán tavaly kezdtük el óvodás korosztálynak is külön órát tartani. Megkezdődhet a komáromi elkerülő út tervezése. A kormány 600 millió forintot biztosít a beruházás előkészítésének költségeire. A projekt tervelőzménnyel nem rendelkezik, így a 12 kilométeres út pontos nyomvonalát nem határozták még meg. A nyugatról délre, délkeletre tartó tranzit, illetve visszairányú tranzitforgalom ezzel tehermentesíteti majd a Komárom-Kecskemét gyorsforgalmi útszakaszt. A 2020-ban átadott Monostori híd mintegy 100 kilométeren hiányzó teherautós átkelési lehetőséget teremtett a Dunán. A forgalom biztonságos elvezetése érdekében meg kell építeni a Komáromot és Szőnyt délről, délkeletről elkerülő utat. A kormány tavaly évvégi határozatában biztosított 600 millió forintot a beruházás előkészítésének költségeire. A közelmúltban adtam ki az elrendelést a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-nek a tanulmányterv és a környezetvédelmi hatástanulmány és az engedély megszerzéséről. A projekt tervelőzménnyel nem rendelkezik, így a pontos nyomvonalat is a tervezőknek kell meghatározni. Várhatóan mintegy 12 kilométeres hosszban kétsávos főúti paraméterekkel épülhet meg a Komárom elkerülő.
A jelenlegi ütemezés szerint a környezetvédelmi engedély 2024-ben állhat majd rendelkezésre. Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a vidéki nagyvárosok kiemelt gazdasági térségek közötti gyorsabb eljutást szolgálja a térségben az M81-es gyorsforgalmi út fejlesztése is. Július 31-én megjelent kormányhatározat Komárom város közlekedéshálózat fejlesztéséről szól, és valóban 6 pontot nevesített a kormány, amiben lépni szükséges a közlekedési infrastruktúra fejlesztése okán. Az egyik az értelemszerűen az M81-es Komárom Székesfehérvár és egyébként le egészen a Kecskemétig tartó koridornak az építésével összefüggő 2x2 sávos gyorsforgalmi útnak a tervezése. A térség másik fontos beruházása a Tatabányai Ipari Park forgalmát elvezető környei elkerülő út, amely tehermentesíti az érintett településeket és növeli életminőségüket. Bizonyítottan az írásnak gyógyító ereje van, és segíthet a negatív életesemények feldolgozásában. Ezt a módszert alkalmazta Dezső Nikoletta is. A papírra vetett megélt történetét könyvformájában is kiadták, segítséget nyújtva a hasonló helyzetben lévő nőknek. A könyv két nagyon fontos témát feszeget, az egyiket még mindig tabuként kezeljük, a lelki és testi bántalmazást családon belül. A másik szál pont az ellenkezője, a vágy, a szerelem, amelyet titkolni kell, nem szabad megélni. A női szemmel az női érzésekről szól egész pontosan egy párkapcsolatban, és annak hát nem csak a jó oldaláról, hanem egészen pontosan a sajnos a sötét vagy az árnyoldaláról is, mert hogy bármilyen nehéz ezt elismernünk, azért nem minden fenékig telj föl, ugyebár, úgyhogy igen, leginkább a rossz oldaláról is szól. Nekem terápiás jelleggel jött az ötlet, tehát hogy azt gondoltam, hogy ez majd milyen jó dolog lesz ugye kiírni magamból, és ez majd biztos segít a lelkemen, és menet közben jött az ötlet, hogy ez milyen jó lenne, hogyha ne adj Isten segíteni tudnék valakinek, vagy csak felismerni azt, hogy mások is vannak hasonló cipőben, vagy hasonló nehéz helyzetben, és hogyha már csak egy hölgy társamnak tudok segíteni, már megérte megírni, azt gondolom. Nagyon sok visszajelzést kapok, és hál' Istennek nagyon szeretik a könyvemet, és mindenképpen erőt ad, azt gondolom legalábbis a visszajelzések alapján. A legkedvesebb visszajelzés az volt, hogy ez a remény könyve. Nagyon sokan azt mondják, hogy egy húzamban-e végig lehet olvasni, mert hogy tényleg a mindennapokról szól, a mindennapi nehézségekről, úgyhogy szerintem azért készül egy következő, és hát ezt nem akarom elárulni, hogy pontosan ennek lesz a folytatása, de mindenképpen szintén egy hasonlóan nehéz témát szeretnék hozni, és azt boncolgatni. Dezső Nikolettának nem foglalkozásából fakadóan született a könyve. A hétköznapi életben egyébként egy nagyvállalatnál dolgozom, ilyen irodai beosztásban, úgyhogy és számokkal dolgozom, tehát azt nem mondhatom, hogy így nagyon közel áll hozzám, inkább hát a lelkemhez mindenképpen.